nincs gyanúsabb dolog, mint amikor egy olyan kapát fog az ember a kezében, amit még nem használ, amit még senki sem használt, és fényes a nyelv. Bérek, amik itt Somogy megyében nagyon elkeserítőek. Fizetéstől fizetésig éppen. Éppen kihúzzuk adni. Ugye van nekem is kölcsönöm, mint nagyon sok embernek. Nehéz. Munkánk rengeteg van, de mire mindent kifizetünk, addig majdnem hitelt kell fölvennünk. Tehát adókedvezményekre lenne szükségünk, hogy az embereknek tudjunk bért emelni, és hát a vissza nem térítendő támogatások. Én saját magam erejéből ruházok be állandóan, de végül is most már lassan nem marad semmi. Minden évben valamennyi, de mindig kevesebb jut. És végül nem leszünk versenyképesek, odaérünk. Vannak bajaik. Az a problémájuk, hogy ahelyett, hogy az állam a szövetségesük lenne, aki segítené, támogatná, nem is csak pénzzel, hanem kevesebb bürokráciával, jobb adófeltételekkel, a nyugati versenytársakhoz hasonló feltételeket teremtené, ahelyett, hogy ezt tenné, akadályokat gördít eléjük. Érzik, hogy széllel szemben kell haladni, holott a saját hazájukban nem széllel szemben, hanem széllel hátba kellene menniük, mint hogy egy német, egy cseh, meg egy lengyel versenytárs ezt is teszik. Ott az állam szövetségese a vállalkozóknak. És a magyar kis- és középvállalkozókat ellenségként kezeli a kormányzat, ahelyett, hogy megérteni, hogy ezen múlik az ország jövője is, meg a kormány jövője is. Már nagyon sokat adott idő. Sosem volt még saját fogaskereket.